Felfüggesztette Ana Birsál ügyvivő igazságügyi miniszter a Románia főügyésze és az Európai Ügyészség romániai tagjának kijelölését célzó eljárásokat. A főügyész kiválasztását még a korábbi tárcavezető Tudorel Tadir kezdeményezte, miután Augustin Lázár mandátuma április 27-én lejárt az intézmény élén. Az első nekifutásra jelentkező négy jelöltet, közöttük az újabb mandátumra pályázó Lázárt azonban a miniszter visszautasította, és újabb kiválasztási procedúrát indított. Utóbb Lázár nyugdíjaztatási kérelmet nyújtott be, amit az államfő el is fogadott. A második kiválasztási eljárás május 8-án zárult volna, de ügyvivő igazságügyi miniszterként Ana Birsál nem vállalta ennek lefolytatását. A legfelső igazságszolgáltatási tanács ügyészi részlegének döntése értelmében Bogdán Líkú tölti be ügyvivő jelleggel a főügyészi tisztséget. Ez az időszak azonban nem lehet hosszabb 2 hónapnál. Kérdés, hogy mi történik, ha addig nem lesz meg az új főügyész személye, hiszen Klaus Johannis elnök nem siet kinevezni az új igazságügyi minisztert, akinek szintén időbe telik majd lefolytatni a kiválasztási procedúrát.